A munkagépek már kint vannak és aszfaltoznak a pihenőúton. A városrész leghosszabb utcájának felújítását tavaly előtt kezdték el. Akkor egy 300 méteres szakasz kapott új útburkolatot, amit idén egy újabb 400 méteres rész követett, a napokban pedig a harmadik etap újítása kezdődött el. Nagyon-nagyon nagy könyv is, mert Rengeteg probléma volt benne, hát nagy lukak vannak, próbálták tömni erre, arra, még amarra nem ment de hát vannak ezek a leállók itt, mint te is. Hát így is jó, mert végül is bevárják egymást is. És nagyon jó nekik, biztos, hogy jó. Széchenyi Ferencné a körzet képviselője elmondta, a lakók kérésére nem csak az útburkolatokat újítják fel, de a közvilágítás fejlesztését is folytatják. Közvilágítás terén is tudtunk eredményeket elérni. Tavaly évben 13 lámpatestet helyeztünk ki a kiskertekben. Az idei tervek szerint, az idei igények szerint kb. 8 lámpatest kerül ki helyezésre. Tehát aki jelezte és kérte, hogy, hogy a közvilágításban fejlesztés szeretne, azt meg is tudtuk valósítani. A képviselőasszony hozzátette, emellett folytatják a mellékutcák burkolatának javítását is, és a nyáron folyamatosan több mint 200 köbméter aszfalttal teszik jobban járhatóvá az útszakaszokat. A mostani felújítások július végéig tartanak majd.